Azért vagyok pedagógus, hogy a természetnek a nyers gyémántját szép vigyázattal csendben csiszoljam kristályba. Németh László gondolatai jól érzékeltetik azt a felelősségteljes, kihívásokkal teli munkát, amelyet a pedagógusok nap mint nap végeznek. Kezdte ünnepi beszédét Szepesi Tibor polgármester, majd a város oktatása nevelése érdekében végzett, eddigi önkormányzati munkákról elért eredményekről szólt. Minden város és közösség életében nagy ünnep az, ha egy bölcsöde, óvoda vagy egy iskola elkészül. Hiszen ez egyben jelenti a város fejlődését, gyarapodását, és szolgálja az itt élők, az intézményekben dolgozók, a pedagógusok, a tanulók, szülők, a családok érdekeit is. A 2021, 2022 és 2023-as évek Karcagon az oktatási nevelési intézmények megújulásának évei, hiszen jelentős számban kerülnek átadásra. Gondoljunk csak a Varró úti bölcsöde megújulására, az új református, majd az új katolikus óvodára, gondoljunk a meglévő önkormányzati óvodák felújítására, iskolai épületek fejlesztésére, és ma délelőtt ünnepi percekben tettük le a Széchenyi Sugárúti új épülő bölcsöde alapkövét. És már most tudjuk, és jelzem most is, hogy a Szent Pál Marista általános iskola új épület szárnyának avatására fog a holnapi nap délelőttjén sor kerülni. Emellett elvégeztük a város közlekedési fejlesztésének legfontosabb feladatait is, ami érinti az oktatási intézményeket, hiszen az oktatási nevelési intézmények körzetében parkolókat építettünk, fejlesztettünk. És azt is biztosan látjuk, hogy előzetes és remélem sikeres egyeztetéseink után a megkezdett lendületes munkát tudjuk folytatni a település fejlődése érdekében. Ebben a fejlődésben a legnagyobb szerep a jövő nemzedékére fog hárulni, hiszen gyermekeink, unokáink boldogulásáért dolgozunk. Viszont a legszebb iskola, a legszebb óvoda, vagy a legszebb bölcsöde is csak egy épület, csak keret. Tartalommal a pedagógus tölti meg. Ő tartja kezében, gyermekeink képében a jövő kulcsát, így igazat kell adnunk annak a mondásnak, amilyen a ma pedagógusa, olyan lesz a jövőnk. A jövő nemzedékének nevelése, okítása tehát az önök kezében van. Mi is lehetne nehezebb feladat, mint utat mutatni a jövő generációjának? Kevés olyan nehéz és felelősségteljes mesterség létezik, mint a pedagógusoké. Nem csupán munka, hanem hivatás. Felemelő, szép hivatás. Emberré nevelni, tudásuk legjavát nyújtani, követendő példaként állni és megmaradni, kitárni a világot a gyermekek előtt, és elindítani őket az élet nehézségekkel, de örömökkel és szépségekkel teli útján, kísérve szeretetükkel, nemes feladat. Az óvodapedagógusok, tanítók, tanárok, oktatók, szakoktatók, a pedagógiai munkát segítők ott vannak mellettünk az első mondókától, az első betűk esetlen kanyarításától, a felnőtt életbe való kilépésig. Olykor szigorral, de mindig szeretettel nevelik értékekre és az életre a rájuk bízott csemetéket. Az ünnepi műsorban közreműködött a Hívadal kórus, akiket az Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolai Tagintézmény tanárai és növendéke kísért hangszeren, vezényelt Plósz Csilla igazgató, majd egy dalcsukorral köszöntötte az egybegyűlteket Szűcs Attila énekművész. A pedagógusoknak a díjakat és az elismerő oklevelet Szepesi Tibor polgármester és F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő adta át. A pedagógus társadalom egy külön társadalom, hiszen kicsit talán külön is állnak a várostól, mert egy külön közösség. Hiszen másabb az, aki a gyerekekkel foglalkozik, az ifjúsággal foglalkozik, és sokan vannak, és mindig egy összetartó közösség volt Karcagon, és az én gyermekkoromban is a pedagógusok is összejártak, külön közösségük volt, és azt látom, hogy most is egy összetartó közösség, hiszen láttuk a tapsokból, az elismerésekből, a gratulációkból, hogy örülnek egymás díjának, örülnek egymás
egymás sikerének, és érezhető volt, hogy jó helyre kerültek a díjak, hiszen olyan pedagógusok kapták meg, akiket a kollégák, a szakma is elismer. Csak most kimegy egy nagy generáció, mindig kimegy egy nagy generáció, csak már én is úgy látom, hogy hát az a generáció, aki előttünk járt, aki közvetlenül, akik akkor végeztek, amikor mi középiskolások voltunk, akkor voltak fiatal pedagógusok, amikor mi iskolába jártunk, tehát most ez a generáció megy nyugdíjba. De azt látom, hogy kitűnő szakemberek, kitűnő pedagógusok, és rengeteg energia, rengeteg tetrekészség van még belőlük, bennük, úgyhogy hiába mennek nyugdíjba, nagyon sokat fognak még tenni ezért a közösségért, ezért a városért. A Karcagvárosi Önkormányzat képviselőtestülete Karcagvárosi Pedagógiai díjat adományozott kimagasló nevelő oktató munkájáért. Posztósné Kovács Éva, a Madarász Imre Egyesített Óvoda óvodapedagógusa, Jobbágy Ildikó Mária, a Karcagi Nagykó Református Általános Iskola és Talentum óvoda pedagógusa, Boruzs Lajosné, a Kádas György Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény gyógypedagógusa, Futóné Szabó Margit, a Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kiskulcsosi Általános Iskolai Tagintézménye pedagógusa, Kovács Miklósné, a Györfi István Katolikus Általános Iskola és Szent Erzsébet Óvoda igazgatója, Vargáné Glaci Júlia, a Karcagi Szakképzési Centrum Varó István Technikum Szakképzőiskola és Kollégium oktatója, Dobos Lászlóné, a Karcagi Nagykun Református Gimnázium pedagógusa, valamint Kálmán István, a Szent Anna és Sámuel Református Gimnázium Technikum és Kollégium oktatója részére. Kimagasló szakmai tevékenysége elismeréséül pedagógus nap alkalmából miniszteri elismerő oklevélben részesült Székelyné Csordás Mária, a Karcagi Arany János Általános Iskola pedagógusa. A gyermekek tanulók oktatása nevelése érdekében végzett több évtizedes kiemelkedő tevékenysége elismeréséül nyugállományba vonulása alkalmából pedagógus szolgálati emlékérmet kapott Jobbágyné Ungvárisára, Dedinszky László, Csontosné Szilágyi Erzsébet és Lévainé Kovács Róza, akik mindannyian a Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kovács Mihály Általános Iskolai Tagintézményének pedagógusai, valamint Olá Katalin és Oros Anikó Mária, akik mindketten a Kádas György Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény gyógypedagógusai.